sziasztok! Újra itt! A mai nap egy applikációt szeretnék nektek bemutatni, ami garantáltan fel fogja dobni a napotokat, hogyha elkezditek használni. Ennek az applikációnak az a lényege, hogy lősz magadról egy fényképet, egy selfit, és különböző effektekkel tudod picit felturbózni ezt a fényképet, és instant az applikációból meg tudod osztani az ismerőseiddel Facebookon, Instagramon, Twitteren, meg mindenféle közösségi médián. Szeretnék több ilyen applikációs bemutató videót készíteni nektek heti rendszerességgel, és ezeknek a videóknak az lesz az érdekessége, hogy nem lesznek túlságosan hosszúak, hanem megpróbálom ezeket 2 percben elmondani, illetve bemutatni nektek, hogy hogyan működnek ezek az applikációk. Na most lehet, hogy elő fog fordulni olyan, hogy picit túllépem az időt, de akkor ez van. Úgyhogy most induljon az óra, dobjunk 2 percet az órára, most, és akkor kezdjünk is bele. Oké, szóval nyissuk meg az applikációt, miután letöltötted. Miután megnyitottad, ez a képernyő fog fogadni. Ide bele kell helyezd az arcodat, ebbe a kis sablonba. De én már készítettem egy képet korábban magamról, úgyhogy most ezzel fogunk dolgozni. Megvárjuk, míg betölt szépen. Tökéletes. Oké, ez az eredeti képem. Itt alól van egy ilyen kis csúszka, amit így tudod húzogatni, itt vannak ezek az effektek. Egyébként ez az applikáció, ez ingyenes applikáció, természetesen van fizetős verziója is, ami igazából annyival tud többet, hogy több effektet tudsz rápakolni ezekre a képekre. Na most amit látjátok, hogy ebből a képből csináltunk egy mosolygós képet, kaptam egy szép fogsort, de nézzük meg, hogy milyen leszek, hogyha öreg ember leszek. Ez aztán szuper jó. Úgy nézek ki, mint a Mikulás, hogyha lenne a fejemen egy ilyen kis piros sityak. Nézzük, mi lenne, hogyha fiatal lennék. Hogy néznék ki? Hát ez nagyon jó. Így vagyok fiatal. Hát igen, ez az átka az ingyenes applikációnak, hogy időközönként jön egy reklám, de ilyenkor ki lehet X-elni, és akkor újra tudsz tovább dolgozni vele. Itt van ez a kis gombocska, ott a jobb alsó sarokba. Hogyha erre rá, vagy hozzáérsz, akkor látod tudod váltogatni az eredeti kép és az effektelt kép között a nézetet. Ez a pici megjel, itt plusz jel, itt fönt a felső sarokba, azt a célt szolgálja, hogy tudsz ilyen kollást csinálni belőle, osztottat, vagy 4 ilyen kis kockát, illetve gifet is tudsz létrehozni, ami váltakozik 2 vagy 3, adott esetben 3 effekt között. Itt tudok hozzáadni még egy effektet, például a fiatal énemet, akkor váltakozik az eredeti, az öreg és a fiatal énem között. Na most, hogyha ezt szeretnénk lementeni a telefonunkra, akkor itt fönt látható egy lefele nyilacska, itt a jobb felső sarokba, ehhez hozzáérsz, és már el is van mentve a fotótárba. Oké, ennyi volt. Nagyon remélem, hogy sikerült benneteket megnevettesselek egy picikét ezzel az applikációval. Ha tetszett, illetve ha tetszik ez az applikáció, akkor túl sok az applikáció, nem? Szóval, hogyha tetszik ez az alkalmazás, akkor nyugodtan osszátok meg másokkal is, osszátok meg a videót, hogy másokhoz is eljusson, ők is jót nevessenek rajta. Ja igen, még egy dolog, hogyha szeretnétek megosztani azokat a képeket, amiket ti szerkesztettek ezzel az applikációval, akkor azt megtehetitek a Facebook oldalamon. Eszméletlen kíváncsi vagyok rájuk, hogy nektek, illetve ti, hogy néztek ki mondjuk öregen, vagy fiatalon, vagy hogyha még fiatalok vagytok, akkor hogy néztek ki majd öregkorotokban. Oké, posztoljátok, köszönöm szépen, hogy velem voltatok, találkozunk a következő videóban.